szállították a töménytelen kincset. Mi történt vele? Beolvasztották? Bankszéfbe? Államkincstárba került? Az angolok görög és egyiptomi kincsekre vadásztak. A németek az orosz cárok borostyán termét tüntették el. Az oroszok Priamos kincsét vették el a németektől. És most az amerikaiakról derült ki, Kelly aranyrabló filmhősei nem kitalált figurák, hanem húsvér alakok. Az amerikai bíróság ítélete precedens értékű. Mostantól jaj a győztesnek is. Brennus vezér kardfitoktatása után 2395 esztendővel. Vendégem Kovács Tamás történész. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Amit a bíróság előtt kötött megegyezés bizonyítja, az Egyesült Államok felelősséget vállalt az aranyvonat kincseinek eltűnéséért. Hogyan, miként zajlott le ez a megegyezés? A történet még 1944-45-ben kezdődött, amikor Magyarországról három vonat is elindult különböző aranytárgyakkal nyugatra. Ezek közül az egyik vonatban a magyarországi zsidóktól elrabolt aranyékszerek, egyéb értéktárgyak, szőnyegek, festmények voltak találhatóak. Ez amerikai kézre került, mindenki tudta, hogy a vonattal valami történt, mindenki tudta, hogy ott tárolt javak nagy részét valakik ellopták, időközben bebizonyosodott, hogy jó részt amerikai katonák lopták el, és ezek után a túlélők, illetve az ő leszármazottaik beperelték az amerikai államot. Mi történt a másik két vonattal? A másik két vonatnak szerencsésebb sors jutott osztályrészül. Az egyik vonatban ugyanis a Magyar Nemzeti Bank aranykészlete volt, a másikban a Nemzeti Múzeumból, Országos Széchenyi Könyvtárból, tehát az országos közgyűjteményekből származó értékek, ezeket 46-ban visszaszolgáltatták a szövetségesek. Most egy ilyen vonat még, tehát az aranyvonat még háborús körülmények között sem tűnik el csak úgy, tehát ez egy szervezetten tudták ezt eltüntetni. Nem gondolja, hogy elképzelhetőnek tartja azt, hogy valamikor információk jelenjenek meg erről az eltűnésről, netán titkos szolgálati forrásokból? Nem hiszem. Maga az eltűnés az valóban nem volt eltűnés. A nyugatra menekülő magyar akkori kormánytagok, nyilasok, vagy ezeknek a vonatoknak a kísérői őrsége, hát igyekezett amerikai, angol fogságba esni, ez legtöbb esetben sikerült is, és maguk adták át az amerikai hatóságoknak ezeket a vonatokat. A különbség az volt, hogy az amerikaiak hogy álltak a kérdéshez. Ők azt mondták az aranyvonat kapcsán, hogy egy, nem tudják megállapítani, hogy melyik ország területéről származik a vonat, kettő, nem tudják, hogy ki konkrétan mely személyeknek a tulajdonát képzik ezek a tárgyak, és hát ezek után saját maguk kezdték el használni ezek őket. Ezek után elvitték. Hát hazavitték. Arról mennyire becsülik azokat a tárgyakat, értéktárgyakat, amelyek ezen a vonaton voltak? Nehéz becsülni, hiszen azt tudjuk, hogy 45-ben ennek az értéke körülbelül 200-210 millió dollár volt. Ma olyan 3,5-4 milliárd dollár körüljel becsülik az értékét. Igen, mert ez mondjuk a bankban kamatos kamattal számítva, ezt egyáltalán a kamatját visszakapják most? Nem, hiszen a megegyezés értelmében 25,5 millió dollárt fognak kapni az érintettek, pontosabban nem is ők, hanem különböző szervezetek, és ebből a 25,5 millió dollárból 4 millió dollár az ügyvédek díjazása. Elégedettek lehetnek ezzel a döntéssel a holokauszt túlélők? Összességében azt hiszem, hogy igen, hiszen az amerikai állam elismerte a maga felelősségét, kettő, kicsit átszegve az angol szász jogrendet, elismerték, hogy ezek a tárgyak nem az ő tulajdonukat képezték, illetve hogy voltak tulajdonosaik. Meg tulajdonképpen a felperesek védője úgy nyilatkozott, hogy ha jól tudom, hogy itt igazából nem is a pénzről volt szó, hanem tulajdonképpen ezzel a döntéssel lezártnak lehet tekinteni a történelem egy fejezetét. Ez megtörtént ezzel a döntéssel? Többé-kevésbé megtörtént. Kétségtelen, hogy egy lényeges fejezetét zárták le a történelemnek, de még úgy érzem, hogy az aranyvonatokkal kapcsolatban vannak kérdések. Egyéb kincsekkel, tehát a II. Világháború után keletre, nyugatra hadizsákmányként elhurcolt kincsekkel mi a helyzet? Mennyi kerül ebből vissza Magyarországra? Hát elméletileg valamennyinek vissza kéne kerülnie, hiszen 1946-ban született egy megállapodás, hogy a kulturális javakat nem lehet hadizsákmányként elvinni, illetve a lefoglalt javakat vissza kell szolgáltatni. Ez vonatkozott mind a németekre, mind az angol szász, mind elméletileg a szovjet csapatokra. De mindig nagy kérdés, hogy mennyire volt a dolog leadminisztrálva. Például az aranyvonat esetén ugye két hónappal a lefoglalás után készült az első leltár.
Köszönöm a beszélgetést. Én is. A közbeszédben a Magyar Orvosi Kamara elnökét kérdeztük arról, a jogerős ítélet birtokában mit kívánnak tenni az orvosi ügyelet teljes kifizetése érdekében. Műsorunk második részében az aranyvonat per után kialakult helyzetről tájékozottunk. Vendégük Kovács Tamás történész elmondta, háborús körülmények között a túlkapások meglehetősen gyakoriak. A kárpótlás pedig nincs arányban az okozott kárral. Holnap este is várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra, jó éjszakát! Európában új állam születik, interjú Montenegró elnökével. Sorstalanság, mi történik Palesztinában, beszélgetés a budapesti nagykövettel. Parlamenti pofoszkodás Pozsonyban, válság volt, van, lesz. Mindenről a világpolitikában szombaton délután 17 óra 20-kor. Nemzetközi filmünnep szeptember 28-ától október 2-ig. A fiatal filmünnepe. Arcok, jól csengő nevek, ezen a héten is a Nők lapjában. Szulák Andrea nem tesz engedményt, a saját útját járja. Egyedül vállal négy gyereket, megtilthatja a törvény. Tarott iskola indul három részben. Nők lapja. Nőnek lenni jó. Szezonja van. 23 krumplis étel a Nők lapja konyha őszi számában. Jövicsak István és a Veresegyházi asszonykórus 20 éve a pályán. Jubileumi koncert október 8-án a Kongresszusi Központban. Operacsillagok egy színpadon. Október 3-án ismét 25 neves magyar operaénekes lép színpadra itt, a Budapest Kongresszusi Központban. Szeretettel várjuk Önöket! Újdonságok októberben a Művészetek Palotájában. Rachel Portman a Kis Herceg című világsikere és Selmeci György a Szirén című új alkotása a Prima Vista Fesztivál műsorán. Magyar jazz bemutatóra készül a Budapest Jazz Orchestra. És indul egy új sorozat, az Opera mindenkinek. Várja Önöket októberben is a Művészetek Palotája. Kedves nézőink, felhívjuk figyelmüket, hogy a jövő héten hétfőtől minden hétköznap új kulturális műsorral várjuk nézőinket az esti órákban Kikötő címmel. Új kulturális folyóiratunk a közbeszéd után jelentkezik majd. A Gong most következő utolsó adásában pedig az elmúlt 2,5 év legérdekesebb pillanatait idézzük fel. Manes golikenunuloi mopi. Vapucu pomoi tedeva imla gulmo buglavi jeleva leli gulmoni tedeva odda gyarumo helyemat. Most ugyanez magyarul. Előszó.
Ezt a könyvet azért írtam, hogy segítsek neked. Tudom, hogy bajban vagy, pedig te nem mondtad senkinek. Mégis tudom. Ma mindenki bajban van, aki ébeszű. Az ember nagyon egyedül maradt ott a tévé előtt. Arra gondoltam, mi lenne, ha írnék neked egy könyvet arról, hogy lehetnél urrá a nehézségeiden, hogyan birtokolhatnád örömtelibben az életedet. Meg akarlak vigasztalni. Képzeld. Hova sietnek mindig? Kérdezi jó emberünk, aki otthon van. Magunk pedig, a tévések, tényleg alig-alig vagyunk otthon, hiszen idegenbe érkeztünk. Gyorsan és pontosan kell ismerkedni, célra tartani, megtalálni a fontos mondatokat és az igazi képeket. Meg sokan is vagyunk, pedig az adás mutatja a vendégünket, a beszélő, megmutató embereket, néha egy-egy riportert, a műsorvezetőt esetleg. De hogyan is lesz ebből az egész műsor? Hogyan és hová vándorolnak a nyers anyagok, a kazetták, a hangok, a feliratok, a muzsikák? Mely kezekben, fülekben, szemekben lesznek valami más, valami épp és szép? Szóval, hogy ezzé, ezt már nem tudjuk elmondani, megmutogatni a minket sietős idegeneknek látó jó emberünknek. Nagyon melegben itt Győrben, nagymama. Köszöntöm a nézőt. Elkezdjük a laptopot, nem, a gongot. Olyan végtelen, olyan bennem a vágy. Nem vihar. Nem vihar. Most nem segíthetsz. Most nem segíthetsz. Arra várok, hogy csend legyen, de csend az sosincs. Minél jobban meg tudom közelíteni azt az állapotot, amiben hallgatható a csend, annál könnyebben jön elő belőle valami zene. Azért biztos nem értem, hogy a Beethoven is süketen írta a legjobb műveit, mert nem zavarták a külvilág hangját. Beethoven volt az első modern zongora virtuóz. Míg elődei behízelgő módon elringatták a közönséget, ő bombákat helyezett a szék sorok alá. Liszt újra teremtette a zongora virtuózt, a zongoristát, aki bevonul, megdermeszti a közönségét, magasra emeli a kezét és lecsap a hangszemére. Zöld erdőben bolyong a tó, két rendőrrel találkozó. Kérdi tőlem, mit csináltam, hol szabaduló level. Hát van egy ilyen világ, és ebben a világban nem léteznek nagyon csodák. És én azt gondolom, hogy a csodavárás az egy fontos eleme az életnek. Még a legkevésbé önvizsgáló természetű ember életében is okoz egy drámai pillanatot legalább, amikor úgy érzi, hogy szembesülnie kell a múltjával. Minden elkezd irizálni, tehát a valóság bizonytalan körvonalakat nyer, és az ember úgy érzi, hogy elvesztette a múltját. Sokáig várt a ház előtt az ámor. A téli ég fagyott volt, mint a füst, és múlandó. A csillagok is távol voltak. Az egyik ámornál volt egy fejsze. A többinél egy vasdorong s egy ágas. A fű ekkor már csontkemény a fagytól. A hold színaranykorong az égen. A szekrényeket hányták fel, kutatva, amikor már elfolyt a vérük. S az ordítás is elmúlt. Szörnyű volt hallani, vallotta később a legkisebb ámor.
Én elszaladtam. Úgy vonítottak, akár a disznók. Így mesélték később. Mert ami elmúlt, mindörökre vádol. Ha ki akar látni, két eleven kútat, kikő forrásokból szüntelen kifolynak, nézze két szememet, kik mindenkor sírnak. Kikes szemeszterek sem a beköszöntő gazdag szünidőt. Tág mozgástér, mely tévelyegni csábít. A komplett ellátás csömört okoz és gyomorégést. Szabad akarat, mint legfőbb ráadás. Ezért vagyunk mi dologtalan szabad csapat. A pórász kicsúszott rég a kegyosztói kézből. Nevünk előtt előnév, jó a sajtónk, főztünket ingyencek eszik, és eközben kedvünk akár a cukrozott ecet. A mieink mélységes őszt akartak, ínséget és fogyatkozást. Egyetlen odút, négy téglábor rakott falat, cikázunk köztük esti léghúzat, s fölperzselt földet menhelyünk köré. Én örömből olvasok, és ebben vagyok Borges nagy rajongója is, utódjának vallom magam, hogy ő azt mondja, hogy az alapkövetelmény azért az, hogy az ember élvezetből olvas, és nem másért. Ez az egyetlen egy értelme az olvasásnak. Szeretném elérni, hogy ne váljon soha munkává. Mert annál szebb dolog nincs, mint hogy az ember olvas. Különben író se lettem volna, hogyha nem is. Te sem lennél az. A reggelinél micsoda szelíd, éhes farkasok ülnek. Alig is mernek egymásra nézni. És hol van még a vége? A vége egy penge pillanat. Gyengéd öldöklések emlékül a télnek. Aztán a nappali játékorgiák éjszakai bosszúja. Segítség, segítség, szedjetek le róla. Elnyugszik benned a kultúrák tánca, hormonok méze. Az a nyár, ennyi volt. Közeledések, megtorpanások, távolodások. Gyűlölöm a múltamat és mások múltját, szeretem a felforgató humort, a szabad emberek nevetését, az utcán futó fiatal lányt, kívánom az eleven szerelmet, a lehetetlent és az illúziót. Félek, hogy megismerem saját korlátaimat. Mindennek a vége már az elején kezdődik. Valahol, valami fölöttünk már rég eldöntötte, mi lesz a sorsunk, és ebből a mederből lehetetlen kitörni. Minden embernek a nagyapák a tanárai, az igazi filozófusai. Mindig ők rántják fel azt a függönyt, amelyet a többiek folyton behúznak. Ha velük vagyunk, azt látjuk, ami valóban van. Nem csak a nézőteret, a színpadot is látjuk, és látunk mindent a színpad mögött. Évezredek óta a nagyapák teremtik meg ott az ördögöt, ahol nélkülük csak a jóisten. E világon hajtsd anyát! Kétszer szüljön meg az anyád! Egyszer szüljön égő házban, egyszer jeges áradásban, egyszer bolondok házában, egyszer hajló szép búzában, egyszer Kongó kolostorban, egyszer disznó között az ólban. Fölsír a hat, de mire még? A hetedik. A semmi ágán ülsz szíven. Kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szeliden, s nézik, nézik a csillagok. Tényleg már úgy, ahogy kanadai. De igen, úgy, ahogy. Lehet-e még magyarságodról beszélni? Természetesen lehet, csak szavak kellenek hozzá. Miért akarsz még mindig hazamenni? Mert szebb ott az álom.
Mit gondolsz, kell lesz-e otthon? Nem kellek. Nem mondják el, na ennek se sikerült odakint, hát most hazagyütt a mi kenyerünket enni. De igen, azt mondják. Mi szükség van idekint magyarul írni? Semmi. Félsz-e feladni szabadságodat? Feltétlenül. Minek nyavajogsz annyit? Mert úgy könnyebb elviselni ezt a lehetetlen, egyedül lehetséges állapotot. Így. Van-e Isten, azaz helyesebben van-e gondviselés? Nincs. Nem tudom. Nem érdekel. Nem az igazság pillanata volt ez, inkább a fokozódó jeges rémületé, mert hát mi lesz, hogyha fel kell, hogyha talpra áll a kopasz újra, s hatalmas nagy esésére a jelenlevők soraiban keresi majd a magyarázatot. Mi lesz, hogyha úgy gondolja, miattuk volt ez is, és megint csak felelős, bűnös fog neki kelleni. Feltéve, ha nincs meghalva, mert akkor az más eset. Egy pisszenés sincs. Néma csendben állnak. Nem moccan, és nem lélegzik senki, nehogy abból is baj legyen. A kopasz kiterülve fekszik, alatta a hó nyilván olvadni kezd. A villamos még mindig nem jön. Mi van? Mi lesz? Kárognak a varjak. Vészjóslóan bajos mozdulatlanságba dermed a félelem. Órájára pillant, délelőtt 10:30. Hát én pofátlanul, meg esetleg néhol az ár ellen hajózva is szeretnék emelkedett pillanatokat legalábbis megpróbálkozni írni. Mióta a festőknek nem mondják meg, hogy mit fessenek, és ezt mondjuk, hogy az impresszionizmus óta. Azóta azt festik, ami hiányzik nekik. Nincsenek mesterek. Amikor én kezdtem a pályát, akkor azért egy Vörös, egy Pirinszki, egy Nagy László volt a viszonyítási pont. Tehát volt kihez mérni. Ugye mióta nincs Petri és nincs Orbán se, hát azóta nagyon nehéz egy kortárs költői teljesítményt mihez viszonyítani. Ha valaki csak költő, azaz bezárja a világot. Tehát abból ki kell folyton lépni. A világ annál nagyobb, hogy az ember költő legyen. Lágy göngyölegjük csörgetik a lombok. Itt van az ősz, már két rekesz trabitól csütörtököt mondok, és kinevet egy durva szekeres. A nyers erő mit ér pedig, bolondok? Kán-kán csomót büfésném ne keres, ragd neki szét, aki egy pondrok, de szekurigyban sikeres. Nagyház a világ, rossz a gondnok. Ne kérdezd hát, hogy miért szeres, amért a szoknyakorca gombot, amért a málló őszi lombot, csak mert szemem szám véreres, amért májust az óvszeres, azért szeres. Lesz a számlám, lám.
redőny léteken táviratbetűk sorakoztak, és néhány az örvény féreg, mikor társát megette, keserűséget nyert. Lesújtó. Volt egy 30 éve elintézetlen ügyünk, és már nem intézzük el soha. Azután még egy csomó félreértésünk is volt, már nem leszünk értőbbek egymás felé. A körülti horda fogy és fagy. Most, hogy már te sem vagy, Szervác és Körmendi után, lent az utcán, a nyugatinál, lent az utcán, a nyugatinál, milyen ócska rím jönne rám, bután, de hát valahogy úgy, egyszerre te a Ciprián, nincs meg a kincs, csak az életgáncs, ültél az oktogon teraszán, és utánam kiabáltál, hogy a jövő héten összejövünk, nem lesz félreértés, elintézetlen ügyünk, majd telefonálnak, hogy mikor temetnek. Ott leszek. Nem voltam ott. Később még keresnek. Nem is ezt akartam mondani, hanem a 80-as éveket, amikor nekem a kezdő rádiósnak a bénultságról, a romboltatásról, a pusztulásról és a halálról beszélt, a kort mondta. Főnökeim a rendszert értették. Belevágtak az interjúba. Pesszimista mondták. Botrány tették volna hozzá, ha olvastak volna Pirinszkit. Én a szabadságot láttam a szemében, az ő és a mi létező, megnyerhető és megtartható szabadságunkat. Nem többet, de nem is kevesebbet. Életfontosságúnak tartom azt, hogy ez a másik kerekedjen rövid idő alatt fölül. A kiíratlan dolgok kezdenek eltájogosodni bennem olyannyira, hogy amit most nem tudok megírni, azt soha többé már nem fogom tudni megírni. Arra viszont, hogyha most nem írja meg az ember, arra fölmentés nincs. Megfogtam az Isten lábát, ő meg az enyémet. Most itt ülünk. A világegyetem szobámnyi zugában, e suhogó lombú könyvektől buja édenében. Fogjuk egymás lábát, és nem történik semmi. Azon kívül, hogy nekem csiklanda, hogy fogja, de neki egyetlen arcizmus elándul. Ő nem csiklandós, nyilván azért Isten. Tanácstalanul méregetjük egymást, ő engem, én meg őt. És nem tudunk. Nagyon nem tudunk egymással mit kezdeni. Apám bár zongoratanárként megkövetelte a pontosságot és a napi minimális gyakorlás teljesítését, más körülmények között nagyon megértő és kedves tudott lenni. Amikor cserkész voltam, egy rendezvényen el kellett játszanom egy rövid zongoradarabot. Mikor eljött a nagy nap és szembe találtam magam a közönséggel, elfelejtettem, milyen skála hangjaival kezdődik az este a székelyeknél a bal kézben, és rossz helyen indítottam el. Később elmeséltem apámnak, hogy a két kész szólamát két különböző hangnemben kezdtem el. Csak ennyit mondott. Ne aggódjen miatt. Azt hitték, így írtam. Szépek a képek és szövegek együtt, melyek hozzánk szólnak, úgy, ahogy szép egy szék, egy udvar, egy szoba, egy cipő, az öltöny, a napfény, a Balaton, a pályaudvar, egy vacsoraasztal. Nem szépészetről és nem esztétikáról beszélek, bár örülök, hogy kivételes könyv született a szemnek és a kéznek. Inkább a létezés szépségéről.
Volt ez az űrge, amúgy van is, amúgy nagy író is, aki szemmagasságból nézte és írta le a világot. Úgy képzelem, tágas volt az ég fölötte, ha fölemelte a fejét. És úgy képzelem, hogy a lába elé nézett, ha a földre szegezte a tekintetét. Úgy képzelem, hogy szebb lenni, ha van egy Ottlieb Gézánk, s tudni, hogy az arkangyalok között ott egy összeesküvő szövetségesünk. Melyeden két szép termés alma, erdei kecskének mint két szép fia, ki mindenkor az rózsahegyét lakja, színét, szépségét az rózsától kapja. Nem egyéb vagy, hanem egy szép almás kert, rakva sok jóval, erősen kerített. Te vagy az kert, kit ura bekerített, te vagy az forrás, kit ura bepecsétlett. A szólóhangszeren játszom, és akkor, hogyha netán megcsapna az... Na de most ezen a héten ez az, az ötödik, vagy a hatodik, vagy a hetedik. És akkor úgy fölnyúlok, tehát úgy is lehet fogalmazni, hogy benyúlok a hegedűnek, hogy tehát hát végigfut a hátamon a hideg, hogy na Jézus Mária, ebből mi lesz, hogy én itt fölnyúltam, de akkor én nagyon benyúlok neki, és így a hangulatnak is, és akkor ott aztán, hát ott akkor szóval mit csinálni, hogy az jó kinézzen. Hát ideig még általában jó kinéz. A főzés időtlen nyelvcsók. Aki egy falatot a szájába emel, az az odaadást, az igyekezet és fantázia szigorúan és csapongóan szerkesztett darabját fogadja el, veszi tudomásul, dolgozza önmagává. Aki pedig főz, az a